Kardos Horváth János, a Hallgass Hazait című magyar zenei műsor következő vendége. Üdvözöllek, köszöntelek, Isten hozott. Köszönöm szépen, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat, sziasztok. Zenei tevékenységed oly sok rétű, hogy lényegében, ha most elkezdünk róla beszélni, lehet, hogy jövő hét szerdán is itt leszünk még, de szerintem tegyük ezt most meg. Induljunk el egészen mondjuk a 8-10-10-valahány éves korodtól, amikor, ha jól tudom, saját weboldaladról olvastam, hogy megtetszett neked, ahogy zenélt egy napközis tanár talán. És annyira megtetszett, hogy pont olyanná váltál, könnyen lehet te is. Te magad lettél a napközis tanár, így 10-20-30 évvel később szinte csak nem tanítasz még. Hát léleg lehet ilyen messziről kezdeni, de azt gondolom, hogy elég tipikus sztori az enyém már, hogy így a zenész, aki elkezd gitározni talmasz korában, az valahogy így 12-13 évesen csapódik meg ezzel a széllel. Én is így kezdtem, aztán így a magyar beat dalokon felnevelkedve, meg megtanulva azokat ilyen táborokba játszva, hogy szépen lassan azt gondoltam, hogy lehet így zenekart is szervezni. Aztán ez viszonylag korán megtörtént, nekem is egy 8. koromban már csináltam zenekart, iskolai, ki mit tud, de ezeknek olyan régen van meg, már szinte ennek így nincs. Vagy lehet, hogy van jelentősége, mert végül is aki tehát egy ilyen portré műsorra gondolok. Zenei akkor, portréban, akkor az lehet értelme, de amúgy nem fontos például neked? Nem annyira szoktál visszanézni, vagy? Hát pont tegnap volt Tolnai Klárival egy beszélgetés, a 70-es években Szilágyi János kérdezte, és ott a Klári néni elmondta még a 70-es években, hogy ő mindig csak előre tekint, és a múlton nem. Egy picit nem ezért, de ezt én is osztom, mert azt gondolom, hogy a múlton változtatni nem nagyon lehet. A hozzáállásunkat azt meg lehet változtatni, és hogy inkább a jelen meg a jövő az, ami egy komolyabb kihívás, úgyhogy nagyon fontosak, és nagyon örülök, hogy ilyen viszonylag jó gyerekkorom volt, de mondjuk minden viszonyítás kérdése. Lehetett volna jobb is, lehetett volna sokkal rosszabb is, nyilván az összetevők miatt vagyok most itt és beszélgetek. Egy picit, hogyha szabad csapongani, például ma hogyan vagy lelkileg? Milyen a mai lelki állapotod? Konkrétan ma? Igen. Cvéderül keltem. Hát, de ez mit jelent? Van, amikor jókedvűen ébred fel az ember, valamikor meg egy picit olyan cvéderül, nem tudom. Vettem tegnap egy ilyen ausztrál bort, és talán ezeknek a komponensei voltak ilyenek, hogy így egy pohár elfogyasztása után már ilyen cvéderen ébred fel az ember. Pedig rendesen 10 órakor lefeküdtem, kicsit olvasgattam, aztán 6-kor keltem fedej. De amúgy alapvetően a hangulatodat irányítod, rendszeresen szabályozod. Szerintem ez fontos, ez egy ilyen közjóléti program is lenne, hogyha én lennék mondjuk az elnök, akkor ezt bevezetném, mert sajnos a mi áldott nemzetünk egy elégen depresszióba hajló társaság, és pedig ezeket a depressziókat én azt gondolom, meg az a tapasztalom, hogy lehet irányítani, hiszen az ember a szokásainak az összessége, akkor azokat a szokásokban az elemeket kell megváltoztatni, ami miatt egy picit a depressziósabb leszel. Na de akkor most azt mondod, a szokások, például az esti szokás lehet ez az ausztrál bor kortyolás. Ha ezen a szokáson az ember egy picit változtat, garantáltan reggel például frissen és üdén ébred, zárójelbe zárva. Nem tudom, soha életemben nem ittam még ausztrál bort, és egy fantasztikus dolognak tartom a globális faluvá zsugorodott föld bolygón, hogy egy szentendrei boltba vehetek egy Ausztráliából származó terméket, még hogyha Németországba is palackozták. Soha többet nem fogom tenni, mert egy csomó borász barátom azt mondta, hogy ezek ilyen olyan óriási nagy birtokon termelt szőlők, és olyan szétszedett, aztán összetett borok, hogy nagyon nagy kamu, de kipróbáltam, mert nagyon kedvező volt az ára, de ezen túl mondjuk ilyet nem fogok, inkább előnybe részesítem a hazait. Nem iszok minden este, és minden reggel sem. Ezek az alkoholok vagy cigaretták, ne nevezük gyűjtőnéven tudatmódosító szerek, nyilván jelen vannak az életemben, mint szinte mindenkinek, de bizonyos keretek között, tehát így nem remegek, hogyha nem tudom meginni az itókámat. De hogyha meg éppen arról van szó, egy sütögetés, bográcsozásos buliba meg tudok inni egy fél liter fröccset probléma nélkül. Percenként. Na de amúgy alapvetően hatással és jó hatással vagy te dalaiddal, dalszövegeiddel, ahogy az előbb mondtad, hogyha te lennél az elnök, akkor lehetne egy kicsit hangulatokon javítani, optimistábbá tenni, azt te teszed. Hát örülök, hogyha te ezt így látod, mert nyilván te egyre jobban rálátsz. Én azt gondolom, hogy a szomorúság, vagy ez a rossz hangulat, ez ugyanúgy hozzátartozik egy emberhez, mint a jókedv, mert én valahogy azt gondolom, hogy ilyen hullámvölgyek vannak, ugye az életnek van egy rezgése, ez a bizonyos színusz hullám, ami egyszer fent, egyszer lent, és az a mi dolgunk, hogy ezt valahogy ilyen középszerűre állítsuk be, ugye arany középút, viszont az arany középútból
általában feszültségmentesség következik, feszültségmentesen meg nem lehet élni, és abból meg nem lehet alkotni. Úgyhogy szerintem azoknak az embereknek, akik olyan típusúak, mint én, néha meg kell járni a fellegeket is, meg a mélyeket is, és akkor azokból, hogyha valami átszülődik, és nem csak ilyen öncélú szétesések lesznek, akkor abból lehet valamit építeni tovább. Hogyha ez egy jókedvű dolog, akkor az tök jó, nyilván az nekem is fontos, de egyébként jókedvű dalt nehezebb írni, mint rosszkedvű dalt, ilyen a kultúránk, nem vagyunk fekete amerikaiak, ezért sajnos inkább ilyen kis köldöknézős, befordulós dalok vannak, és ezeknek van nagyobb trendje vagy divatja évszázadok óta, meg van még ez a nagy köszönjött sírva vigad a magyar. Most már, hogy öregszem, én is 32 éves vagyok, én is inkább a szomorú dalokat szeretem betenni a nagy buliba, összejövünk, és akkor ezt hallgass, ez mennyire szomorú, és ennek úgy tudunk körülni. 32. De... Aha. Nem olyan sok az még. Hát még van egy pár talán. Szóval azt mondod, egy kicsit azért mégiscsak szimpatikusabb, úgy igazán neked ez a fajta hangulat, ez a szomorkásabb jelenleg most? Nem. Nem szeretek tagadással beszélni, vagyis szeretek tagadás nélkül kommunikálni. Uh-huh. Ez egy elég nehéz dolog, majd próbálják ki a kedves hallgatók, hogy mind amikor használnak azt, hogy nem vagy nincs, akkor próbálják azt valami állítással helyettesíteni. Igen. Azt gondolom, hogy fontosabb lenne azért örülni a dolgoknak, mert van minek örülni, és tudom, hogy mindig lehet nézni fölfele, hogy miért nincs az, meg miért nincs ez, itt most ilyen materiális dolgokra gondolok, de én jártam olyan helyeken a nagy világban, ahol 90%-a ezeknek a dolgoknak nem állt rendelkezésükre az embereknek, és mégis, bocsánat, sokkal nagyobb volt a napi átlag boldogság. És én ezt irigylem tőlük. Szóval, hogy most akkor lehet így egy csapongani, hiszen a nagy nyugati jólétben sokkal több antidepresszáns gyógyszer fogy, mint mondjuk a nagy szegénységben élő ázsiai országokban, ami egy érdekes dolog, tehát a luxus autók, meg a minőségi tévéműsorok, vagy rádióműsorok, meg a hajszárító, meg a kenyérpirító, meg ez a sok-sok minden hitel, ami körülöttünk van, ez egyáltalán nem biztosítja azt, hogy jó kedvünk legyen. A jó kedvet, meg a optimista hozzáállást, azt valahonnan máshol kell megtalálni. Hol? De persze nem zárja ki egymást a kettő, tehát lehet attól valakinek jó kedve, hogy van egy iPhone-ja, de lehet attól még rossz kedve is. És hát hol kell megtalálni? Szerintem valahogy így szét kell teríteni a dolgokat, és hát magadba, vagy hát ugye, láttam egy szép filmet, az a cím, hogy Felhő Atlasz, és abban az mondja az egyik klón lány, aki lesz a szövetségeseknek az új főnöke, vagyis szócsöve, hogy az ember a másik emberekkel keresztül érintkezik az élettel. Tehát, hogy te az vagy, amit gondolnak rólad a többiek. Hát akkor meg kell próbálni ahhoz, hogy jókedved legyen, úgy viselkedni a többiekkel, hogy azok szeretve gondoljanak rád, jöjjenek oda, adjanak egy pacsit, ne pedig, hogy már megint itt ez a mufurc barom, ezzel nem akarok beszélgetni. Ez nehéz, ezeket lehet gyakorolni, meg kell is, és egyáltalán nem könnyű mindig a másikat olyan bizonyos értelemben szolgálni, tehát, hogy a helyzetet szolgáld, és ne az egód uralkodjon a történteken, de hát mi más lenne szebb feladat az életben, mint hogy a többi embernek a javára szolgálni. Sőt, nem is csak ember, hanem lény, de ez már egy nagyon messzire menő. Messzire menne? Uh-huh. Veled van például egy kutyus? Igen. Lehet itt rá is gondolni akár. Igen, nekem van egy kutyám, ez egy 8 hónapos szuka, magyar vizsla, és... Ahhoz, hogy jól legyél, neki is jól kell lenni. Igen, ő egy jó, egy pozitív rezgés, egy kutya, és azt veszem észre, mióta együtt vagyunk, azóta nekem is úgy van valami keretem meg, hogy így valaki mindig lát. Hát ez amúgy egy 3 gyermekes családapa. Igen, ez igaz, csak hogy én időközben ezt így elváltam, tehát így külön élek a gyerekeimtől, meg a volt feleségemtől, viszonylag normális, sőt nagyon normális a kapcsolat, ennél jobb nem is lehetne, de az életmódom miatt nem tudtam ezt így tovább tartani, ezt a 3 gyerekes családapás dolgot. Kicsit korán mentem bele a házasságba, nincs ezen mit szégyelni, én ezt elmondtam már országvilág előtt. Mind a mai napig ugyanígy csinálnám, tehát óriási szerelem volt, és egy picit én titkom még ma is így érzek, de hát a körülmények azok nem arra mutatnak, hogy így visszafele lehetne lépni, vagy visszafele kell lépni. Ezt a helyzetet próbálom most én megint használom a szót szolgálni. Ebből kihozni a legjobbat. Igen. De amúgy egyébként nyugodtan kérdezhetlek ezzel kapcsolatban? Bármit vagy pedig nyugodtan. Van egy pont, ahonnan már senkinek semmi köze hozzá? Hát azt gondolom, hogy én úgy kezdtem el, hogy ilyen közvetlenül nekem ez koncepció az egész életemre vonatkozólag, hogy szeretném, hogyha
a többi ember is valahogy így tudna viszonyulni, vagy a többi közszereplő is, ha már én közszereplő vagyok, és úgyhogy én lehet kérdezni bármit. Mi lehetett az oka? Talán 2012-ben bomlott a családi egység? Nem a világ vége évében, hogyha arra gondolsz. Nem, akkor volt a világ vége? 2012-ben? Akkor volt egy, igen. Akkor is volt egy. Igen. 2010-ig ment a kaukázos zenekar, igen. Jól mondom? Hát 2009, mert 10 január 1-én vagy 2-án volt a búcsú koncert, úgyhogy az a 10 az már másról szólt nekem. Az ment, az beindult, felfejlődött, Tatabányán kezdődött, aztán úgy összeraktátok, és úgy olyan jól csináltátok, hogy az beindult, ment, működött, és aztán igen. Már talán túlságosan is jól működött ahhoz, hogy úgy igazán eredendő vagy eredeti módon tudj benne létrehozni, alkotni úgy, ahogyan ezt te elkezdted. Hát igen, körülbelül. Igen, így is lehet mondani. Sokfajta olvasata van azt a dolognak, lehet, hogy túlságosan akartam valamit, és ha nagyon akarja az ember, akkor a végén már elfogy belőle valami, de most pedig kitaláltam azt, hogy ezentől azt fogom erre mondani, hogy például a buddhistáknál is van egy olyan tanulási folyamat, hogy napokig építenek egy kártyavárat, vagy egy homokvárat, és utána egy mozdulattal az egészet szétszedik, illetve szétrombolják. Úgyhogy a rombolás meg az építés lehet, hogy az én karmám, de elég nehéz volt azt az időszakot megérni, nyilván amikor egy csapat, meg egy működő, ha úgy tetszik, üzlet, mert ez az is volt, így megszűnik, akkor keletkezik egy űr, és ezt az űrt azt ki kell tölteni valamivel. Na most így azért 3 év elteltével, vagy 4 év elteltével azt látom, hogy gyakorlatilag mi a Kaukázussal az kezdetektől fogva 2003-tól az apokalipszisról énekeltünk. Tehát valahogy a fennálló, regnáló rendet innen-onnan lőni, torpedózni, hogy ez egy hülyeség. Tehát az establishmentnek bemutatni. Ez végül is bekövetkezett szerintem az apokalipszis. Nyilván nem úgy, mint a hollywoodi filmekben, szerencsére, de azért itt mindenki recsent egyet, azért azt ne titkoljuk el, ezt nyugodtan nézzünk szembe, ki milyen szinten. És most ott tartunk, én is, hogy megtörtént az apokalipszis, és túléltük, és akkor na most mi lesz? És ez az, ami nekem most nagyon sok új kérdés, meg az egész viszonyrendszeremet próbálom most átalakítani. Azt gondolom, hogy egy pár lépés azért mindig a légcímlapja, meg a közvéleménynek a szele előtt járok, és én már túl vagyok ezen, és megtaláltam azt a vonalat, amin szeretnék menni. Valószínűleg az emberek is előbb-utóbb meg fogják találni. A Kaukázus zenekarral pedig most szintén ott vagyunk, hogy az apokalipszis utáni buliba elkezdünk megint dolgozni. De egyébként nem omlasztottad te azt össze, meg nem romboltad le, mert újraéleszthető. Igen, hát ez, jó, az lehet, hogy tényleg erős fogalmazás volt, hogy lerobasz. Egyszerűen azt mondtam, hogy én ezt ilyen formában és ilyen keretek között nem szeretném, én szeretnék inkább színházakba játszani, meg nem szeretném ezt a mókuskereket, hogy állandóan jönni, csütörtök, péntek, szombat mindig lélektelenül, aztán rohanni vissza. Mást szeretném. És más szerettem volna, igen, nekem ez a rock and roll sztárság, ez egy borzasztó műanyag, talmi, művi dolog, egyáltalán nem kell irigyelni a rock sztárokat, még a magyar viszonylatban se, ezt minden hallgatónak mondom, mert egy nagyon macerás, szerencsétlenkedő élet, a fél életedet a buszba töltöd, a másik felét a benzinkutakon, nincsenek normális kapcsolatok, vagy ilyen, szóval egy csomó olyan dolog van, amit én akkor nem tudtam kezelni, most már máshogy fogom kezelni nyilván, mert hogyha újra rock and roll star leszek, de szerintem már ez a szél, ez így elment, meg már nem az a cél. 32 éves vagy még csak. Igen. Na de igazából talán amiatt merült ez az egész fel bennem a Kaukázus, és annak a vége, az 2009 körül már akkor lezárult abban a formájában, ahogy addig ment, és akkor te már apuka voltál, családapa voltál, házas voltál, és akkor pont, azt mondd el ezzel kapcsolatban, családdal kapcsolatban, amit jónak látsz, csak mégis felmerül bennem, hogy milyen szép lenne ezt megszépíteni. Lehet, hogy még valahogy azt úgy tudod tovább építeni azt, vagy pedig már elváltatok, és nem lehet. Tehát a remény hal meg utoljára, tehát én ki vagyok az, hogy bármit mondjak, hogy nem. Fiatal házasságoknak nagyon sok olyan platformja van, ami könnyen sebezhető. A jó akaratú szülőknek az akaratosságától kezdve egészen addig, hogy mi magunk elkövetünk hogy, ezt. Hogy mi magunk, igen, nem élünk egy, vagy nem értünk előtte együtt, csak a nagy szerelem van, de aztán kiviszi ki a szemetet, meg kimossa ki a vét. Tehát egy csomó olyan gyakorlati dolog van, ami... Kibitted a szemetet?
Én kivittem a szemetet, de az biztos, hogy túl sokat fenyegettem a volt páromat azzal, hogy öko életet kell élni, és ne vegyünk műanyagot, csak egész egyszerűen én ebben már majdnem beleörültem akkor, és ő meg ezt így valahogy amennyire tudta, tartotta, és nyilván szelektív gyűjtés, csak hogy más kereteket nem lehetett élni, mert nem a pusztába élünk. Úgyhogy igen, akkoriban már születtek gyerekek, egy otthonülős, nyugalmas életmód állt szembe a hétvégi pörgéses rock'n'roll-al, plusz még közben dalokat írni. Ebből lehet egy jó egyensúlyt teremteni. Hát igen, nekem ez akkor nem sikerült. De milyen jó, hogy így mondod, akkor nem sikerült, de azóta elteltek évek, meg még majd ezután is eltelnek évek. Igen. És lehet, hogy 10 év múlva egy olyan szép történettel állsz elő, ami igaz is lesz, hogy hát ezt majd 10 év múlva. Ja, lehet, de azért picit ilyen a realitás érzékem az megnőtt az utóbbi 2-3 évben, tehát ezek a pofonok azért jók voltak ahhoz, hogy egy picit így jobban a földön járjak. És akkor a tanulság kimondható, vagy benne van a dalokban? Hát a tanulság kimondható, többfajta olvasata van, egyfelől van ugye férfinői együttélés, az egy nagyon kényes és nagyon nehéz kérdés. Ha a férfi oldalon nézzük, azért, ha női oldalon nézzük, akkor azért szerintem nagyon sokat, szerintem külkereskedőnek kell lenni vagy az egyiknek, vagy a másiknak, hogy külön, hogy legyenek távolságok, és az embernek, a pároknak legyen ideje vágyakozni, mert hogyha folyamatosan egymás szájába élünk, akkor a legnagyobb szerelem is ki tud magából fordulni, és butává válik. Valamint szerintem még együttélési értelme úgy is van, hogy vagyis tapasztalat értéke olyan értelemben is van, hogy fogalmazza meg úgy, hogy ez elég piszi legyen. Tehát másikat hagyni egy picit megbukni, meg elbukni, és utána gyakorolni tudni a megbocsátást. Az mind a kettő félnek egy nagyon erős dolog lehet. Az egyiknek azért, mert bocsánatot kér, a másiknak azért, mert ő megbocsájt. Tehát, hogy ezt szerintem tök erősen kéne hajtani, és nekem ez is egy nagy tapasztalás volt. Szakmailag, meg zenekarilag pedig az a tapasztalás, hogy én azért lehetett ebből jó dalokat írni. Ugye egy írónak a tapasztalat, szenvedés, drága kincs, mondta Bereményi Géza, és hát ezeknek a zanzásított, vagy ilyen összesűrűsített MP3-szerű szövegei majd itt-ott azért föl fognak bukanni a Kaukázus lemezen is, de közben azért kifejlődött a gyereklemez ebből az egész családi sztoriból, közben azért kifejlődött egy ilyen kis akusztikus szóló dologszerű valami, amivel így járom az országot, és végül is ilyen lantosként így jelen vagyok. Úgyhogy egyáltalán nem mondom, hogy a sztori az pozitív, és hogy ez egy követendő példa, mert ne legyen az, és inkább... Mindenképpen az, mert te vagy látható, sokan látnak, olvasnak rólad, és akkor ez már így beépül, hogy... Ja. Hát a kardos horvát is ezt csinálta. Ja. Na jó, hát de mindenkinek van egy saját útja szerintem. Most ezt nem azért mondom, hogy emiatt bárhogy is érez magad, illetve hát valamiért mondtam, érezne miatt. Igen. Na most ebből hogy jöjjek ki? Hát én érzem meg... Nem is tudom. Meg, szóval... De legalább őszinte a minta, amit mutatsz. Igen. Hát az is valami. De legalább azt szeretném visszavonni, hanem inkább csak őszinte a minta, amit mutatsz. Jó, hát igen, az őszintessége az is valami, akkor ez tök jó, akkor köszönöm szépen, de inkább azért legyenek átgondoltabbak az emberek, mert tudod, az okos ember a máskárából tanul. És azt mondtad, hogy hagyni a másikat, hogy akár egy picit bukdácsoljon, lehet ebből a mondat második részét törölnöm, és csak hagyni a másik embert? Mert a bukdácsolás az lehet, hogy csak utólag látszik, hogy ez valójában tényleg bukdácsolás volt-e, tehát hogy csak simán hagyni a másik embert? Ez nagyon fontos, és szerintem erre nagyon sokan képtelenek vagyunk, mert a párkapcsolatban van valami ilyen birtoklás, és amikor az így átcsap abba, akkor azonnantól kezdve nagyon nehéz elengedni a másikat, hogy most akkor menjen, akár találkozhat egy másik ember, miért kell megnézni az embereknek egymás e-mail boxait, meg miért kell belemutatni a másik telefonjába. Szerintem vannak olyan privát szférák, amik még egy egymás mellett élő embereknél is privát szféra, és ezt meg kell hagyni. Én sosem mentem bele senkinek a telefonjába, Facebookját már néztem meg, kb. Az van, amit gondoltam, az volt. Na de, akkor most ezen elgondolkoztam, hogy egyáltalán hogy lehet bemenni egy másik embernek a profiába, de akkor az egy nagyon szoros ismerősnek a profilja lehet. Csak. Igen, igen. Értem. Na de akkor beszéljünk zenéről, mert alapvetően jó. Ez egy zenei műsor, és te is biztos szívesen megosztod a zenei gondolatokat.
mondtad is, hogy hányféle módon és hányféleképpen jársz és zenélsz. Van egy például, most akkor én indulok a K2-től, igen, ami lehet, hogy egy olyan pillanatodban jött létre pár évvel ezelőtt, amikor annyira nem voltál lelkileg még jól, és akkor talán, jól mondom, saját oldaladról szedett információ ez, de hát aztán én fordítom most így, és akkor létrejött egy számodra egy ilyen segítő valami, egy forma, egy formáció, és akkor zenéltetek, hogy jobban legyen mit csinálni. Pontosan ez a K2 zenekar, ez tényleg valahogy így alakult. Nekem valamiért sok olyan barátomban, akik így egész más szakmában, ilyen üzleti szférában dolgoznak, és az egyik ilyen jó barátom, nevesített Bíró Attila, aki a Mediata Groupnak most már a CEO-ja, megkeresett, hogy írjak neki szövegeket, ő saját bevallása szerint is bugyut a dallamaira, ezek tényleg így voltak, de jót nevettünk, azt mondtam, majd a szöveg felhúzza, és ezek addig fejlődtek ezek a dolgok, míg aztán azt mondta, hogy inkább énekeljem én, és akkor inkább legyen egy ilyen kis zenekar, amit így elkezdünk együtt tolni, mert ugye mindenki mást akar csinálni, én mindig üzletemben szeret volna lenni, ő meg mindig rock and roll sztár, és végülis mind a ketten ugyanazok maradtunk, tehát én nem lettem üzletember azóta se, ő se lett tudtam a rock and roll sztár, de minden esetre beindított egy olyan projektet, ami néhány számmal így megjelent, meg egy-két ilyen rádiójátszás volt, ez hát ugye ő abban segített nagyon sokat, hogy ezzel az ilyen menedzser szemlélettel kicsit így összefogta a dolgokat, hogy jó, akkor ez a megjelenés, ezek a grafikák, ezek közé hogy jelenjen, tehát ilyen dolgok, amikben én nem nagyon voltam sose jó, de most majd szeretnék azért ebben fejlődni. Néhány koncert volt, néhány átalakulás, és szerintem az egyik legfontosabb dolog az, hogy én abban az élő formációban, a K2-ben elkezdtem basszusgitározni, ami egy régi álmom volt, és azért kezdtem el basszusgitározni, mert a számokat, azokat az én kezdtem el otthon ilyen számítógépes szoftveren keresztül, az Ableton Live 8 pont, nem tudom hány volt, tört szoftver, felfedezni, hogy hogyan lehet egy akusztikus gitáros dalt gyakorlatilag meghangszerelni, és hát rengeteg több ezer munkaórát töltöttem ennek a figyelésével. Egyszer rájöttem, hogy tempóra kell tenni a dolgokat, rájöttem, hogy a vonalak azért vannak, mert azok az időt jelzik, rájöttem, hogy szól jobban az ének, ha egy kicsit le van tekerve a mély, kicsit föl van húzva a magas, hogy vannak a dobloopok, szóval egy picit így ezt az iskolát, ezt így magamtól végigjártam, és akkor gyakorlatilag a K2-k zenei anyagát, azt már, ha lehet így mondani, én magam producerálom össze, és valaki pedig a végső rádiós verziókat megkeverte. Na és ez a basszus gitározás, ez baromira tetszett, és sokkal jobban ki tudom fejezni egy zenekarban basszus gitáron keresztül azt, amit én vagyok, tehát a lüktetését az egésznek, meg a dobbal, meg a groove-okkal együtt dolgozást, úgyhogy aztán végül is a Kaukázusban, amikor most így újra elkezdtünk koncertezni, én mondtam, hogy akkor szeretnék én lenni a basszus gitáros. Nálunk azért mindig egy furcsa poszt volt a Kaukázusban, és ki legyen a basszus gitáros, ki nem. Négyen kb. Alapban megvoltunk, akik így fejbe egybe vannak, de mivel én csak ilyen kamu ritmus gitáros voltam, ezért mindig kellett valaki, aki vagy szólogitáros, vagy basszusgitáros, most az alapítótársam az egy ilyen zenei entitás, ezt is tudja, meg azt is tudja, de még mindig kellett egy plusz ember, és a plusz ember akkor az már mindig olyan plusz macera, úgyhogy most ezt úgy beszéltük meg, hogy legyünk akkor négyen, csináljunk egy pár tesztkoncertet, ha nektek bejön, ahogy játszok, koncert állapotban felhevülten vagy lenyugodtan, akkor utána ez maradjon ez így, és mégis az tök jó. Működik, igen, hát nem vagyok azért egy Sting, meg nem vagyok még egy ilyen nagyon nagy kvalitású basszusgitáros, de szerintem ezek nagyon örülök, hogy ez így egyelőre sikerült. Fejlesztem tovább, és gyakorlok egy csomót, úgyhogy a következő fesztivál szezonban már biztos szólókat és steppingelést is fognak hallani tőlem az emberek. Rendszeresen. Amúgy szeret számítógép mellett ülni akár órákat? De annyira nem, de vannak időszakok, amikor annyira hallok valamit egy dalba, hogy addig nem akarok fölállni, amíg az így nincs meg. Lehet egy egész nap is akár az a kettő. Lehetnek azok ilyen 72 órák, bizony azok ilyen elég. Na akkor például elviselhetetlen az ember, tehát akkor nem nagyon lehet hozzászólni. De szerintem ez a fajta mondjuk ilyen kreatív maximalizmus, ez az én világképemben ez nem számon kérhető. Tehát nyilván az ember akkor is csinálja meg a normákat, de hogyha egy valamire rá van kattal, főleg, hogy abból él, és ez nem hobbi, akkor lehessen már ezt csinálni, és ez nem úgy van, hogy akkor reggel 8-tól délután 4-ig, vagy 9-5-ig, hanem ez így folyamatosan megy. És bevillant egy kép, ugyanott ült Szentpéteri Csilla körülbelül 10 adással ezelőtt, ahol te, és akkor mondta, hogy neki a stúdió az ott van, a saját házban van egy, illetve a kertben egy másik épület, és ott van a stúdió, és akkor volt
egy olyan pillanat, amikor éppen alkotási folyamatban volt, és jött a gyerkőc, hogy gyere, dömperezzünk, és akkor ő nagyon kizökkent, de aztán végig gondolta magában, hogy én akartam, hogy itt legyen ez a gyermek, és akkor ment és dömperezett. És valószínűleg ezt már csak én teszem hozzá, hogy a dömperezés ilyenkor lehet, hogy még segítség is, mert utána olyan ihletet kapsz, ami aztán még jobb, mint a korábbi, és ez nálad egyébként fokozottan lehet, hogy lehet így, hiszen gyermekeknek szóló Ha-Ho megjelenésed is van, földlakó. Igen. A Ha-Ho együttes az, az abból született, hogy a gyerekeknek kezdtem el otthon így gügyögni, mikor én voltam a felügyelő. Relatív nagyon sokat voltam velük a felügyeletként, mivel ugye nem dolgoztam, a zenészként máshogy él az ember, és ezért egy ilyen otthoni apuka tudtam lenni, főzéssel, meg mindenféle ilyen dolgokkal. Jól főztél. Szinte mind a mai napig én is. Tök jó, tehát szeretem az ő kikapcsol. Ez ilyen menő, most mindenki főz. De ráérő bankárok meg üzletemberek mindig főznek, és igen, akkor ők csak tudtam. Kapják az SMS-t, hogy utalás, oké, megérkezett a szállítmány, vissza, oké. Én nem vagyok menő, mert nem főzök. Hát még le. Na igen. És akkor otthoni apukaként? Igen, és akkor otthoni apukaként egyébként is benne voltam ebben az ökológiai tripben, hogy így változtatni kell valamit a világon, mert ez tarthatatlan, hogy amit vásárolok a boltba, annak a 80%-át kidobom a szemétbe, mint csomagolóanyag, és az ugyanakkor pénz, meg ugyanakkor energia, meg ugyanakkor földi anyagok, és ez egy borzasztó buta és önző hozzáállás. De az se segít, ha beleőrülsz. Tudom, az se segít, és ez tudom, milyen nehéz ezt elengedni, hogy gyakorlatilag itt állunk, és építünk, és fenntartunk, és szeretünk, élvezünk egy olyan rendszert, ami tutti 1000% egy nagy kamu és pusztulás. És akkor én innen kérdezem meg az összes reklámnak a hitelességét, meg az összes olyan embernek, akik marketingvezetők, vagy mit tudom, tehát a hűítés, meg a kamu, ez egy borzasztó nagy felelősség, és szerintem ez gáz. Na mindegy, ettől függetlenül az ember a saját jókedvéért felel, mint hogy kezdtük a műsort, úgyhogy ezeket le kell tenni, el kell felejteni. Nyilván nem véletlen vagyunk itt, én ezzel szoktam ezt magyarázni. Szóval van szerintem egy nagy felelősség ebben minden egyes marketing igazgatónak, csak ezekkel nem nagyon merünk szembenézni, mert ugye cseppek vagyunk a tengerbe, és ezen nem tudunk ennyi változtatni, meg mi legyen, sem. Hát mit kéne csinálni, most mivel egy menjen az autó. Egyénenként változtatni. Igen, hát ez lehet. Na, én is egyénileg változtattam, és azt gondoltam, hogy akkor a gyerekeket kell nekem elkapni, és hogyha megtanulják a 3 évesek, hogy a boltban nem vásárolunk télen epret, mert az messzirőn és büdös kamionnal szállítják ide, és a... Nincs íze. És íze sincs, akkor talán valami az őrületemet át tudom transformálni ebbe a fajta szociális segítésbe, és akkor így ez a Ha-Ho együttesnek a földlakó lemeze, ez egy ilyen barátságosan és szeretetően és játszva tanítós ilyen öko dolog, ökos lemez lett. Szerintem egyáltalán nem izzadságszagú. A marketingét természetesen elrontottuk, a kiadó az nem nagyon működött jól ebben az egészben, úgyhogy a nagy semmibe érkezett meg a lemez, pedig aki hallja, meg aki hallotta, az mindig el van olvadva, vagy ezt miért nem lehet kapni, ennek szólni, aki majd rádióba. Lehet. Hát én is azt gondolom, hogy a dolgok majd így megtalálják egymást. Egy nagyon szép Széchenyi terves EU-s projektben részt vettünk, amikor elmentünk ilyen nagyon, nagyon vidéki óvodákba. Nagyon szomorú tapasztalatokkal, tehát hogy nagyon rossz körülmények között is élnek, vagy játszanak, vagy járnak oviba magyar gyerekek, de nagyon szép óvodákban is jártunk, úgyhogy ez egy ilyen... Vitted a jó kedvet. Vittem a jó kedvet, igen, mert a gyerekek aztán tényleg nem tehetnek arról, hogy hol vannak, és ők szerintem ilyen 1000-szeres szorzóval vannak mindennel, tehát egy jó szó náluk 1000-szeres, és egy rossz szó is egy 1000-szeres. Látod, és mondtad, hogy igenlően jó beszélni, ezt még beszélgetés elején mondtad, és aztán most az előbb azt, hogy ne egyenek télen epret. Hát akkor mondd meg nekik, hogy gyerekek, egyetek. C-vitamint. Például, vagy almát. Hát almát, nyáron, igen. Vagy... Almát nyáron, almát lehet télen is enni, vagy savanyú káposztát lehet enni, össze lehet szedni a vitaminik a céklát, egy csomó mindent. Tehát az a lényeg, hogy minél kevesebb büdös kamion szállítsa ide a dolgokat, vagy repülő. És akkor eszükbe juttatod a büdös kamionokat, na jó viccelek. Ezen kívül van még olyan fajta megjelenésed is, amikor egyszer magadban, ahogy egy mondatban már említetted is, gitárral megindulsz, és akkor esteket tartasz, vagy délutánokat? Hát inkább esteknek nevezzük ezeket, szerzői estnek nevezzük, vagy nevezem, mert talán nem is tudják az emberek, de azért most elmondjuk, hogy pár zenekarnak már írtam ilyen dalokat,
amiket aztán ők énekeltek el. Például ilyen volt a Magas egy undergroundnak, a Szelpelő és Vál című első berobbanos lágere, meg aztán a második, az Angliát én írtam, akkor a Pál utcai fiúk zenekarnak a Gólya című számot, Anna és a Barbiznak a ünnepélyesen fogadom, hogy nem leszek többé szerelmes, tehát egy csomó dal van, amit így másoknak is írtam, ezeket is bemutatom meg nyilván így a szerzőest keretén belül, minden olyan számot, ami bizonyos értelemben, na most nem mint egy Demi Rózsinak a jégbe vagyok, de hogy ilyen emblematikus és hozzám köthető. Tehát ezek saját szerzeményű dalok, kis sztorizás, kis ilyen Cseh Tamásos feeling, egy gitára kiáll, a szimpatikus, okos fiú, és akkor elmondja, hogy szerinte mi van, és egyébként erre tök nagy, vagy nem nagy a kereslet, mert nem vagyok még a Nemzeti Színház örökös tagja, de itt olyan 40-50 fő mindig össze szokott jönni vidéken is, és én ennek tökre örülök, hogy ez a fajta közvetlenség, ez még érdekli az embereket. Egy olyan 50-60 percén tovább azért nem nagyon tudnak figyelni, mert nyilván ez egy unalmas dolog, hogy így valakit nézni, aki ott gitározik és énekel, de ha azt ügyesen megszerkeztem azt az 50-60 percet, akkor még az is lehet, hogy a következőre is eljönnek. Beszélsz is közben sokat? Hát ez egy csomó mindentől függ, de szoktam egy-két alapinformációt mindig elmondani, meg személyes élményeket. Én, amikor elmegyek egy koncertre, akkor nagyon szeretem, mármint néző, akkor nagyon szeretem, hogyha kapok olyan infókat a szerzőtől, vagy az előadottól, amit addig nem tudtam. És attól lesz egyedi az élmény, és azért megyek el esetleg még egyszer, úgyhogy én is megpróbálom ezt úgy csinálni, hogy ilyen kis hírmorzsákat így el tudjak ejteni előttük. Jó hírmorzsák. Ide is hoztál sok jó hírmorzsát. Most már a beszélgetés vége felé közeledünk. Rájátszás ilyen is van, vagy volt, vagy van? Igen, a rájátszás is van. Az pedig igazából vers megzenésítés. Igen, abban egy szereplő vagyok, ez a Novák Péternek a nevéhez tartozik egy ilyen kultúrkombinát nevű dolog, és ő onnan jött egy ötlet ebből a kultúrkombinátból, hogy kössék össze az ilyen kortárs költőket, meg a kortárs zenészeket, és zenésítsék meg ezeket a dolgokat, és én nekem is sikerült egy-két olyat megzenésíteni, mert aztán így érdekes lett a lemeznek, így fölkerült egy szám, természetesen egy nagyon szomorú depressziós szám, a lemez leglassabb száma. Karafiát Torsi, ugye én vele már régen dolgoztam együtt, a Kaukázusba is megzenésítettem egy versét, és ide is tőle kaptam egy Klaustrosong című szöveget, amit aztán sikerült megzenésíteni. Az a rájátszás, ez kb. Azon az elven működik, mint a Budapest bár, tehát hogy van benne egy csomó ilyen arc, és akkor ide-oda pakolgatják őket, attól függ, hogy milyen lehetőségekre tudnak elmenni koncertet, tehát az nagyon ritka, hogy mit olyan. Benne van ebbe a Beg Zoli, a Szűcs Krisztián, kit ne hagyja ki, Kollár Klemenc, Takács, ezt egy csomó ilyen zenész benne van, Másik János is, tényleg elnézést, akit esetleg kiadtam, és a költők között férfiak és nők is, és hol ketten-ketten mennek, hol hárman-hárman, hol egy ilyen nagy műsor van. Most, ha minden igaz, lesz majd valamikor a Műpába ősszel, az egy ilyen nagy műsor lesz, úgyhogy ez a rájátszás, ez meg egy ilyen kortársidalom, kortárszene. De abszolút pop megszerethető. Úgyhogy én ennek örülök, hogy ez is így benne van, már hogy így a profilomba tartozik. Mert valahogy ugye most nagyon keveset olvasnak az emberek, ez egy nagy közhely, én azt gondolom, hogy egy picit a pop zene vette át, vagy az alternatív zene vette át azt a szerepet, amit a század elején, a múlt század elején ez a nagy irodalmi forradalom csinált, mert tehát verset azt már szerintem nagyon kevesen olvasnak, viszont dalokat azokat még meghallgatnak, és most valahogy szerintem ezen a csatornán mennek az üzenetek dalokon keresztül. És van még valami olyan tevékenységed, amit kihagytunk, és nem beszéltünk róla? De zeneileg szerintem végigjártunk mindent. Mindent? Más nincs? Nincs, csak tervek vannak. Ó, még ezen kívül? Hát valami színházas dolgot nagyon szeretnék csinálni, igen. És az egyik sem az eddig emlegetettekből, hanem valami teljesen más? Igen. Igen? Zenei, igen. Színházas, hát Kardos Horváth Jánosos. Hát ez azért sok minden kell, meg lehet, hogy ahhoz még fiatal vagyok, egyre írom a dalok. Én a Pinocchio sztorit azt nagyon-nagyon-nagyon szeretem, és annak örülnék, hogyha egyszer az úgy összeállnak a csillagok, lehet, hogy 5 éven belül csak még legyen világ, hogy annak egy ilyen, hát én valami musical-szerű dolog, de ilyen legalább akkora sikere legyen, mint a Dzsungel könyvének, amit tehát 20 éve mutattak be, de még a mai napig is teltházzal mennek, szerintem az lenne jó.
37 éves korodban körülbelül. Igen. Akkor kérdezzelek majd erről. Akkor is. Azt mondod? Jó. Örülök, hogy itt voltál. Kardos Horváth Jánossal készült a mai beszélgetés, és minden jót neked. Köszönöm szépen, én is viszont kívánok minden jót.